Jobban szerintem nem is kezdődhet a vakáció, a nyári vakáció, mint hogy ingyen skineket, illetve ingyen backblinket is kapunk a Fortnite-ba. Csapassátok szét ezt a like-ba, iratkozzatok fel a csatornára, ebben a videóban erről fogunk beszélni, és írjatok le amúgy a kommentbe azt is, hogy nektek mikor kezdődik a vakáció, vagy mikor kezdődött, mert tudom, hogy valakinek tegnap kezdődött, valakinek ma, vagy valakinek még ma se. Szóval írjátok le kommentben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Térünk is egyből a témába, srácok, nem húzzuk sokáig az időt. Az első ingyenes dolog, srácok, mint mondtam, egy backblink, a Winged Cavalry backblink, így néz ki, oké, és nem valami nagy cucc, sem a legrosszabb szerintem, de ahhoz képest, hogy ingyen, és meg lehet szerezni elég gyorsan, szerintem megéri, oké, és hogyha rámentek itt erre az oldalra, itt meg is mondja, hogy mit kell tennetek. Nagyon-nagyon egyszerű. Be kell loginolni a Fortnite Community Battles oldalra, oké, így néz ki, oké, és ez így néz ki. Be kell menjetek amúgy erre a pályára, ami itt van a kódja is. Leírom szerintem a leírásba, szóval a leírásban majd meg tudjátok nézni, de ne felejtsétek el azt is, hogy be kell loginolni 100% erre az oldalra. Szóval be fogom szerintem mind a kettőt, az oldalt is, meg a pályakódot is majd be fogom írni a leírásba. És ezen a pályán egyébként, ezen a Space Battle Ultimán 50 killt kell szerezni. Eliminate 50 opponents on Paradise bla bla bla. Ennyi. Nagyon-nagyon fontos, hogy be kell loginolj az oldalra. Ha nem vagy beloginol az oldalra, sajnos nem számolja a killeket. Ahogy megvan az 50 kill, meg is kapod a backblinket. Szóval szerintem egy ilyen, nem tudom, nem voltam a pályán, szóval nem tudom, hogy mi a játékmód, de max egy pár óra szerintem, és meg is lehet szerezni a backblinket. Szóval szerintem nem egy nagy cucc, és ajánlom mindenkinek, hogy szerezze meg. Miért ne, ha már ingyenes, akkor... ki kell használni, chat, ki kell használni. Következő ingyenes dolog, skin egyértelműen, de nem. Sajnos most már a PC-sek fognak sírni, és nem a PS-esek, nem a konzolosok, mert ez egy PS Plus exkluzív True Color Pack a neve, és elérhető a Fortnite-ban már most. Szóval akinek van a PS Plus-a, az megkapja instant ezt a skint is. PS Plus az, az előfizetés PS-re, hogy tudja játszani több játékon ingyen. Vagyis már itt kapsz 2-3 játékot talán egy hónapban, elég jó, elég megérő is egyébként az ára, hogyha nem a PlayStation Store-ból vásárolod. Csak egy tipp, csak egy tipp, csak egy tipp. Elég menő skin ahhoz képest, hogy egy ingyenes skin, és ahhoz képest, hogy egy PSS pluszos reward. Szerintem rohadt jól néz ki a skin. Most pont nem kaptam egy képet egyébként, hogy néz ki a játékba is, de így amúgy starból kinézve rohadt jólnak tűnik, nagyon-nagyon tetszik, és tényleg szerintem nice, szerintem eléggé nice. Mint mondtam az elején is, most már nem a konzolosok sírnak, hogy miért csak PC ingyen skin van, most már a PC-sek fognak sírni, mert miért nincs PC-re is. Ez ilyen amúgy, ez ilyen. Egyszer PC-seknek van, egyszer konzolosoknak, szóval ezt meg kell érteni. Szerintem eléggé menő, írjátok le kommentbe, hogy ti meg fogjátok-e szerezni, vagy sem, vagy van-e PS Plus-otok, és megkapjátok-e a skint, vagy sem, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy hányan használják azt a PS Plus-t PS-en. Mondom, ezt a vélemény szerintem nagyon jól néz ki, nagyon néz ki a backblink is. Tuszli, muszli. Térjünk, srácok, a következő újdonságra. A Shockwave Grenade vissza fog térni jövő héten. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a Shockwave Grenade-et nagyon sokan kérték, hogy bekerüljön a Fortnite-ba, és most az első pár alkalomhoz sorolódik szerintem ez az alkalom is, hogy a Fortnite meghallgatta egyébként a véleményünket, és bekerül jövő héten a Shockwave Grenade. Nagyon-nagyon fontos, hogy csak Zero Build-be fog megjelenni, oké, és csak Classic Battle Royale módba. Szóval nem lesz Ranked módba, illetve nem lesz arénába, mert az aréna, na, az build-e, szóval, ja, 200 IQ. Térjünk is, srácok, a következő újdonságra. A Call the Circles Quest Pack már nem lehet megszerezni. És ezt azért szerettem volna nektek elmondani, és szerettem volna továbbítani ezt az információt, mert aki eddig megszerezte ezt a Call the Circles Quest Packet, nagyon-nagyon fontos, és nagyon figyeltek, augusztus 8-áig lehet a kihívásokat, illetve a jutalmakat megszerezni, illetve teljesíteni. Szóval igen, most már nincs benne az item shopban, nem lehet megszerezni a quest packet, viszont a kihívásokat lehet teljesíteni augusztus 8-áig. Szóval minél hamarabb húzzatok bele, tudom, hogy még addig még van kb. 2,5 hónap, vagy 3 majdnem, de... nyomjátok a kívásokat, chat, nyomjátok a kívásokat. Utolsó dolog pedig, ezek a skinek vissza fognak térni hamarosan, DC skinek, Mikasa és Levi, Levi. Marvel skinek és Summer Skins várhatóak, szóval. Marvel skinek, DC skinek, bocsánat. Levi. Ő ott Levente. Marvel skinek. Szóval megint tele lesz az egész itemshop Marvel skinekkel, illetve Summer skinek és új Summer skinek, amik még jelenleg szerintem még nem leakelődtek ki, de nem nagyon voltam mostanság elérhető, és nem nagyon néztem mostanság az újdonságokat, lehet, hogy kilikeltek már egy pár nyári skint is, ami be fog majd kerülni az itemshopba. Nem voltam figyelmes mostanság, szóval nem tudom, hogy kilikelték-e vagy sem. De ezek a skinek várhatók az itemshopba, hogy visszatérnek hamarosan. Eléggé menő azoknak, akiknek bejön a Marvel, eléggé menő azoknak, akiknek bejön a DC skin, viszont engem nem nagyon izgat őszintén, szóval felőlem jöjjön be 3-4 menő Summer skin, és akkor én meg vagyok elégedve, őszintén. Srácok, kb. Ennyi volt ebben a videóval. Csapassátok szét ezt a lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, további családos szép napot és szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!